Sziasztok! Most egy olyan videót fogunk nektek forgatni, amiben elmondjuk és megmutatjuk, hogy hogyan készül egy tetoválás. Ez a videó azért készül, mert hogyha olyan vagy, mint én, és nem tudsz határozottan eldönteni egy dolgot, vagy nagyon sokáig rágódsz az adott dolgot, nagyon sokáig vívódsz magadba, hogy kell-e ez neked, vagy nem kell, vagy hogyan szeretnéd, vagy mennyibe kerül. Miután megszületik a kis gondolat a fejedben, és végigrágod magad rajta, akkor lehet, hogy ez a videó egy kis segítséget fog neked nyújtani, mert látni fogod a tulajdonképpeni tetoválás folyamatot, hogy hogyan működik az egész. Végigvezetünk titeket a tervezés folyamatától, a felrajzoláson keresztül magán a tetováláson. Szóval megmutatjuk nektek a tetoválás folyamatát. Gyertek, tartsatok velünk, nézzétek meg a tetoválásomat! Hello, sziasztok! Nekem az alkarra készült a tetoválás, ott, ahol az embernek azért picikét vastagabb a bőre, és kicsit húsosabb is vagyok, tehát nekem ez annyira azért nem fájt. Viszont a vége felé, ahogy mentünk felfelé, haladtunk a könnyék felé, ott már kezdett picit kellemetlen lenni, illetve frissítettünk a csuklón lévő tetoválásomon is, ami kellemetlen, hiszen ott már közelebb vannak az erek is, és vékonyabb a bőr is. Készüljetek fel rá, csípni fog és égetni fog, de a végeredmény gyönyörű lesz.